Következő percekben a presbitereinkről, az új presbitereinkről lesz szó, akik közül kettőt felszentelünk. Szeretnék egy igét olvasni Józsué könyvéből. Józsué könyve első fejezet 7. versében a következőt olvashatjuk. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe, attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. Az egyik alkalommal, amikor Isten népe egy olyan helyzetbe került, hogy vezetőt kellett kijelölni, választani, akkor Józsuéra esett a választás, vagy Józsuét választották meg. És hát az egyik mondat, ami elhangzott az ő számára, mint új vezető számára, az, amit az előbb elolvastam. És én azt hiszem, hogy minden egyes gyülekezetben, vagy minden egyes szintjén az egyházban, amikor valakit bármilyen tisztségre megválasztanak, de különösen, hogyha valamilyen területét a munkának vezetni kell, akkor nagyon fontosak azok a szavak, amiket az előbb olvastunk. Úgy kezdődik ez a mondat, hogy légy bátor és igen erős. A Bibliában mindig nagyon fontos az, hogy egy-egy részt ne ragadjunk ki csak úgy, hanem mindig olvassuk végig a mondatot, vagy akár még a következő mondatokat is, mert ha csak ennyit olvasnánk, hogy légy bátor és igen erős, akkor a mai gondolkodás mód szerint bizony lehet, hogy valami egész másra gondolnánk. Ma ki a bátor ember? Ma általában azt az embert tartják bátornak, aki olyan dolgokat mer megtenni, amit a többiek nem. És sokszor azt tapasztaljuk, hogy a bátorság már azt jelenti, hogy az ember, talán jobb szó volna az, hogy vakmerővé válik. Megmer tenni olyan dolgot is, amit a többiek nem mernek megtenni, és már sokszor eltúlozva is megmeri tenni. Látjuk itt a mondatnak a további részéből azt, hogy itt nem egy ilyen bátorságról van szó. Vagy mit jelent az, hogy legyél igen erős? Ki az igen erős ember ma? Az, aki mindenkit le tud győzni. Aki mindenkit le tud, vagy el tud tiporni maga mellett. És nyilván nem erről van szó, hanem ahogy folytatódik nagyon szépen a mondat, hogy segítsd az embereket abban, hogy minden úgy menjen a környezetedben, ahogy az Isten elrendelte. Ahogy az Isten törvényeiben meg van írva. Ahogy az Isten előtökbe tárta. És azt mondja, hogy attól se jobbra, se balra ne térjél el. Ez vonatkozik a személyes életére is a vezetőnek, és vonatkozik a szolgálatára is, hogy úgy vezesse azt a közösséget. Egy közösségben előfordul az, hogy hát, mindenki olyan csendesen ül, várja, hogy majd csak történni fog valami. Sokszor elmondjuk azt, hogy elég minden napnak a maga baja, meg elég mindenkinek a maga baja, ne foglalkozzunk még másokkal is. Elég fáradt vagyok, van nekem elég sok gondom, és úgy hagyjuk, hogy a dolgok menjenek úgy maguktól. De a dolgok sokszor nem mennek maguktól. És a vezetőnek az egyik feladata az az, hogy bátorítsa a többieket. A presbiternek, és most már vonatkoztassuk ezt a mondatot a presbiterre, az egyik nagyon fontos feladata, hogy bátorítsa a gyülekezetet. Lássa meg azokat a lelki ajándékokat, amelyek ott vannak a gyülekezet tagjaiban, és hogyha talán nem mernek lépni, hogyha nem mernek szólni, ha nem mernek ötleteket mondani, nem mernek semmit csinálni azok az emberek, akkor bátorítsa a gyülekezetnek a tagjait. Persze nem mindig ilyen tagok alkotják a gyülekezetet, hanem vannak olyanok is, akik a légy bátor és igen erősnek inkább azt a gondolatát fejezik ki a saját életükkel, hogy mindig van valami ötletem, sokszor, ahogy szoktuk mondani, hajmeresztő ötletem, és minden áron keresztül akarok vinni mindent, és mindent meg akarok valósítani. És ilyenkor a vezetőnek pont az a feladata, hogy egy kicsit
fékezze, egy kicsit lassítsa az ütemet, és mondja, hogy gyere testvér, nagyon jók ezek az ötletek, de állj be a sorba, és együtt csináljunk, együtt haladjon ez a gyülekezet, és nem mindenki csak így össze-vissza a maga ötlete szerint. Ezért nagyon fontos az, hogy a presbitereink és ennek a nágocsi gyülekezetnek az új presbitere is gondolják át, elmélkedjenek ezen az üzeneten, amelyet Józsué könyvében olvashatunk, amelyet Isten üzen nem csak a régi vezetőknek, hanem az új vezetőknek is, hogy légy bátor és igen erős, és vigyázz, hogy se te, se a gyülekezeted ne hajoljon el se jobbra, se balra attól, amit az Isten vár el tőled, illetve a közösségtől. Egyáltalán mi a feladata a presbiternek? Mi az, amire oda kell figyelnie? Szeretnék egy mondatot elolvasni a gyülekezeti kézikönyvből, bár több oldal foglalkozik a presbiternek a feladatával. Úgy gondolom, hogy ez az egy mondat, ez nagyon találóan foglalja össze a gyülekezeti presbiternek a feladatát. A gyülekezet lelkésze után és a vele való tanácskozást követően a presbiter a gyülekezet lelki vezetője és felelős a munka minden ága és osztálya gondozásáért. Kölcsönösen segítő kapcsolatot tartson fenn minden gyülekezeti tisztviselővel. Ugye tudjuk azt, hogy az adventista egyházban úgy működnek a gyülekezetek, hogy nincs minden alkalommal, minden pillanatban a lelkész jelen a gyülekezet életében. Nem lehet elvárni, hogy mindent a lelkész irányítson, mindent a lelkész csináljon. És abban a helyzetben, amikor nincs jelen a lelkész, akkor a presbiter az, aki felelős mindenért, ami a gyülekezetben történik. Sőt, ahogy olvastuk, amikor nincs jelen a lelkész, akár egy bizottsági ülésnek a vezetése, vagy bármilyen más alkalom, akkor a lelkésszel való tanácskozást követően, vagy megbeszélve dolgokat a lelkésszel, ő maga végzi ezeket a munkákat. Az Isten tisztelet megszervezése, a különböző egy-egy szombati alkalomkor az összejövetel alkalmával felmerült problémáknak a kezelése. Aztán, ahogy olvastuk, különböző tisztségviselőket választunk, különböző vezetőket, de a presbiter mindenre oda kell, hogy figyeljen. A gyülekezeti munka minden ágára oda kell, hogy figyeljen. Legyen szó ifjúsági munkáról, a gyermekek munkájáról, zenei életről, szombatiskoláról, diakóniáról, bármiről beszélünk, a presbiternek mindenre oda kell figyelni. Amikor van több presbiter egy gyülekezetben, akkor megoszthatják ezt a munkát, ki a saját lelki ajándéka szerint, hogy ki melyik területre figyel oda, vagy különböző más jellegű megosztást is tehetnek egymás között. Nagyon fontos az, hogy a presbiterek, ha megvan a megfelelő lelki ajándékaik, akkor a lelkész hiányában, amikor nincs jelen, akkor akár Isten tiszteleteken az ige szolgálatot ellássák, különböző más tanításokat elvégezzenek, akár keresztségi tanítás, akár a gyülekezeti tagoknak, gyülekezeti tisztségviselőknek a képzése, látogatás is beletartozhat a munkájukba, vagy beletartozik a munkájukba, hogy ismerjék a gyülekezet tagjait, ismerjék azokat a tisztségviselőket, akik az ő vezetésük alatt dolgoznak. Amikor egy misszió munkádba kezd bele a gyülekezet, vagy legalábbis a folyamatban lévő misszió munka eljut egy olyan fázisba, hogy egy evangelizációt szerveznek, abban is egy fontos feladatot kell, hogy elvégezzen. Amikor kifelé más gyülekezetekkel, más szervekkel kell kapcsolatba kerülni a gyülekezetnek, a presbiter az első, aki jogosult arra, hogy a gyülekezet nevében különböző lépéseket tegyen. És ahogy mondtam, nagyon sokáig lennénk még itt, hogyha most mindent át akarnánk venni, ami a presbiternek a feladata, de úgy gondolom, hogy a következő
hetekben, hónapokban még lehet arra sort keríteni, hogy akár a presbiterek vagy a különböző tisztségviselők munkájáról a gyülekezeti kézikönyv alapján beszélgessünk. Én úgy gondolom, hogy talán a legfontosabbakat a presbiter munkájáról most elmondtam. Talán még amit szeretnék megemlíteni azt, hogy ugye szóba került az, hogy most egy évre választunk tisztségviselőket, felszentelünk két presbitert jelenleg, de majd egy harmadik is felszentelésre kerül. Ez nem jelenti azt, hogy jövőre, egy év múlva muszáj őket megválasztani presbiternek, meg lehet választani. Ha választunk új presbitereket, akkor, és a mostaniakat nem válasszuk meg, akkor ők nem lesznek a gyülekezet presbiterei, de nem veszik el a felszentelésük olyan értelemben, hogy valamikor majd az évek során, ha újra megválasztásra kerülnek, akkor nem kell őket még egyszer felszentelni. Illetve még egy fontos dolog, hogy a presbiteri felszentelés arra a gyülekezetre vonatkozik, ahol megválasztották őt presbiternek. Tehát ugye ennyiben más, mint a lelkészi felszentelés, hogy nem az egész világra vonatkozik, hanem arra a helyi gyülekezetre, ahol őt presbiternek megválasztották. Én remélem, hogy a nágocsi gyülekezetben is a presbiterek úgy fogják tudni végezni a munkájukat, ahogy az előbb Isten igéjében is olvastuk, ezzel a bátorítással, ezzel a lelkülettel, hiszen nem véletlen az, hogy a gyülekezet, ők, akik személyesen nagyon jól ismerik ezeket a személyeket, őket választották, hiszen választotta a gyülekezet, hiszen bennük látja azt a képességet, lehetőséget, hogy ők alkalmasak erre. Azért, hogy kifejezze a gyülekezet, kifejezze az egyház azt, hogy ezt a megbízatást, ezt valójában megkapják ezek a személyek, ezért kerül sor most a következő felajánló imára is, amelyre hívom a felszentelendő két presbitert, Kis Szilvesztert és Bánidi Tibort, illetve Őszfarkas Ernő testvért, és kérem a gyülekezetet, hogy állva kísérjenek bennünket ebben az imádságban. Mennyei Atyánk, hálás szívvel mondunk neked köszönetet, hogy ezen a mai napon szemtanúi lehettünk annak, hogy megalakult egy új gyülekezet. Köszönjük neked ezt az alkalmat, köszönjük neked ezt a lehetőséget. Köszönjük, Urunk, hogy ez az új gyülekezet meg tudta választani a fő tisztségviselőit. Köszönjük, Urunk, hogy adtál olyan embereket, akik elvállalják azt, hogy a gyülekezetben különböző vezetői tisztségeket töltenek be. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy adtál nekünk két olyan testvért, akik ennek a gyülekezetnek a következő esztendőben a presbiterei lehetnek. Urunk, köszönjük neked azt, hogy minden alkalommal bebizonyítod azt, hogy amikor hozzád fordulunk, amikor a kéréseinket hozzád tolmácsoljuk, akkor te megadod azokat a szükséges talentumokat, megadod azokat a szükséges erőket, amelyekkel ezek a személyek el tudják végezni az ő munkájukat. Most testvéreinkre helyezzük a mi kezeinket, és kérjük a te áldásodat az ő szolgálatukra. Kérjük azt, hogy legyél az ő életükben jelen, segítsd őket a szolgálatban, add áldásodat az ő munkájukra, és add, hogy az egész gyülekezet tapasztalja meg azt, hogy milyen jó, amikor szent lelked vezetésével vezetők segítik a gyülekezetet, vezetik a gyülekezetet. Urunk, add, hogy gyümölcsöző legyen az a szolgálat, amelyet elvégeznek. Áld meg az ő személyes életüket is, áld meg a családjukat, és segíts, hogy mindannyian, akik ma itt vagyunk, téged tudjunk hűen szolgálni, hűséges gyermekeiként tudjunk részt venni abban a munkában, amelyet ránk bíztál. Fiadnak Jézus Krisztusnak nevében kérjük ezt. Amen. Amen. Amen.
és testvéreink, gyülekezet és az egyház jobbját nyújtva meghatalmazlak, hogy légy ennek a gyülekezetnek a presbitere az Istentől kapott felhatalmazás alapján, és így fegy, buzdíts, legeltest ezt a nyájat. Köszönöm a bizalmat, és a jó Istent kérem, hogy ennek a nagy feladatnak eleget tudjak tenni. Amen. Így legyen. Hasonlóképpen a gyülekezet jobbját nyújtom feléd, és től a pillanattól kezdve érezd azt, hogy az Istentől van ez a meghatalmazás, hogy ennek a gyülekezetnek a gondját, az örömét hordozd, és tegyél meg mindent azért, a társaddal együtt, illetve a bizottsággal, a lelkipásztorokkal együtt, hogy ez a gyülekezet növekedjen és fejlődjön. Ő Isten áldjon meg téged ebben a szolgálatban. Köszönöm. Amen. Helyet foglal a gyülekezet. Thank you.